Januárban döntött a képviselőtestület arról, hogy a közbiztonsági centrumot felállítja pontosan annak érdekében, hogy a kisebb súlyú bűncselekményekkel, szabálysértésekkel mi tudjunk foglalkozni. Ez úgy kell elképzelni a közbiztonsági centrumot, mint városi rendőrség és a közterület felület között lévő egységet. A célunk az, hogy ezekkel a kisebb-nagyobb súlyú ügyekkel helyben tudjunk foglalkozni, legyen egy olyan rendészeti szerve az önkormányzatnak, amely segíteni tudja a kispesti rendőrséget annak érdekében, hogy érezhetően jobb legyen a közbiztonság a kerületben. Éppen ezért most toborozzuk a munkatársakat. Körülbelül 15 fővel fogunk fölállni, és azt tervezzük, hogy szeptembertől teljes létszámmal működik majd a közbiztonsági centrum. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azokkal az ügyekkel szeretnénk foglalkozni, amire a rendőrség talán kisebb figyelmet tud fordítani, de nagyon zavarja a kerületben élőket, a közterületi szemetelés, a közterületi rendbontás, a kisebb súlyú szabálysértések és bűncselekmények. Ezek fognak ide tartozni a közbiztonsági centrumhoz, és még egyszer mondom, abban bízom, hogy valóban érezni fogják a kispestiek, hogy egy rendezettebb és biztonságosabb városrészben élnek. A helyszín a lakótelep közepén, azt gondolom, hogy egy jó helyszínt sikerült találni itt az Ötvös utcában, a lakótelep közepén, könnyen megközelíthető, és innen a munkatársak is gyakorlatilag a kerület egészét gyorsan el tudják majd érni.